Sziasztok! Köszöntök mindenkit egy újabb unboxing videóban. Hát ez nem lesz egy nagy különlegesség, csak 8 giga RAM-ot fogok kicsomagolni. Pontosan Kingston HyperX Performance nevű RAM-ot. Ez radiátoros, és itt vannak a tulajdonságai, ha ráfókuszál a kamera, amit nem akar. Na de elmondom én, 8 GB DDR3, 2133 MHz-en, CL11-es, Dual Channel. Na hát, csomagolás ennyi végül is. Sensitive Electric Device, bla bla bla. Nem akar ráfókuszálni. De ráfókuszált már, itt látszik pontosan minden róla. Na hát, a csomagolás az ilyen kis egyszerű, semmi különleges. Na hát, ki is bontjuk. Hoztam egy kést. Leteszem a kamerát, míg körbevágom. És... ja. Na ez meg is volt. Elvesztettük a fókuszt. Jó lenne, ha visszajönne. Fókusz, hol vagy? Na, bazd meg. Mi lett ezzel? Jó, na, megvan. Hát akkor vegyük le a borítást. És szépen kinyitjuk, és itt van maga a RAM. Hát kurva jól néz ki. Mennyi biztos? Itt is írja róla a tulajdonságokat, 1,6 voltosak, tehát annyi működnek, itt írja is. Ha esetleg ráfókuszál, fog látszani, igen. És ez 99 év garancia van rá. Na hát lássuk, kiveszek egyet. Szép nagy, igazán nagy, és meg kell mondjam, hogy nehéz is, nem is kicsit. És rohadtul jól néz ki. Egy, és itt van még egy. Ezen is írja az adatokat. A hűtő tetején radiátor. Nagyon jól néz ki. Viszont van elég más súlya is. Mondjuk nem meglepő. Na hát itt van, így néznek ki. És mivel még a csomagban egy papír, gondolom, beszerelési útmutató. Leteszem így a kamerát. Na. Tehát itt mutatja, hogy ki kell húzni a áram alól a hosszabbítót, a gépet, hogy kell beszerelni a RAM-ot, kell bepattintani, vissza kell dugni majd áram alá, stb. Kínaiul van valami leírás. 100% tesztelt, azt írja. Na hát itt bent van több nyelven is leírás, nézzük, hogy magyarul van-e. Igen, van. Élethosszig tartó jótállás, összefoglalás. A jótállás a meghibásodott termékek cseréjére, vagy az aktuális érték visszatérítésére korlátozódik. Legfeljebb egy termék árlási áráig, és nem átruházható. Na hát végül is ennyi a lényege. Na hát ennyit rejt a csomag, itt van a RAM. Ha van rá igény, akkor csinálok majd belőle teszteket is a ugyancsak Kingston HyperX nevű RAM, csak 1866 MHz-en, ami van nekem most a gépbe. Kipróbáljuk, hogy az milyen gyors, és ezt külön. Aztán megpróbáljuk azt is, ezt is berakni a gépbe. Természetesen 1866 MHz-en, hogy lássuk, hogy egyáltalán fog-e működni, és ha fog, akkor milyen teljesítményt fog elérni. De ez valószínűleg majd csak holnap, vagy holnap után. Na, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!